Hogy tetszett? Írd meg kommentbe, illetve hogyha vannak kávérajongó ismerőseid, vagy te az, vagy akkor oszd meg velük mindenféleképpen. Hát ez a forgatás különös volt számomra, mert egyrésztről óriási specialty kávérajongó vagyok, és nagyon régóta szeretnék már egy ilyen kávés bírolt forgatni. Ehhez amúgy a legjobb partner Balázsi Peti, akinek az egyik legújabb projektje, ami a nevéhez fűződik, a Café Works. Mindenféleképpen nézzétek meg, ott van a Corvinusnál a Csarnok téren. Nagyon jó hangulata van a helynek, és főleg a kinti részre is lehet kiülni, chillezni. Na de a másik része, amiért ez a forgatás nekem különleges volt, hogy a Pro Blends-el már tudtam előre, hogy mit szeretnék csinálni egy ilyen kávés bírólba, és valahol örülök is neki, hogy több éven át csak egy ilyen dédelgetett álomprojekt volt, és most valósult meg, mert most volt lehetőségem arra, hogy a Pro Blends-t használjam. Be fogok mutatni mindent, úgy fog felépülni ez a videó, hogy elmesem, hogy milyen sát jön, miért azt találtam ki, megmutatom, hogy vettem fel, utána a nyersanyagot, utána megmutatom úgy, hogy hogy lett a gyorsítás, lassítás, speed rampekkel, de még color korrekció nélkül, tehát színezés nélkül, és utána pedig a végső klippet megmutatom. Most jöjjön az intro, kezdjük el! Első körben megmutatom, hogy mit használtam, milyen eszközök álltak rendelkezésemre. Ezt ott a helyszínen vettem fel. A mai kávékészítős videóban itt fogunk elkészíteni egy cappuccinót vagy lattét, azt még eldöntjük. Ahogy felálltunk, hogy ugye nagyon sok természetes fényünk van, és ugyanezzel hoztam össze a softboxot, viszont beraktam ide, hogy megvilágítsam, meg ezt máshogy is fogjuk majd használni, egy Socani X60-at. Ezzel a kettőnk, az első egy ilyen establishing shot lesz, itt van ugye a slider, és onnan elveszünk egy csomag kávét, és utána már megyünk problems, minden izgalmas. Kezdjük az establishing shot-tal. Szerintem egy ilyen hero shot-nak a lényege az az, hogy megalapozza az egész hangulatot, megmutassa, hogy hol vagyunk, és egyben kiderüljön, hogy nagyjából miről lehet szó. Nekem nagyon tetszik a helynek a fa és az industriális kontraszt design egy minimalista stílusban, ami amúgy a specialty-hez erősen kapcsolódik, ez majd fontos lesz, úgyhogy maradja végig, mert ott lesz az egészben egy csavar. Amúgy nagyon egyszerűen vettem fel ezt az alap felállást, állványról, slider oldalasan, és balról jobbra húztam el, és ezzel alapoztam meg már a következő sátnak is a mozgását, ami ugye a kávénak a levétele volt, és egy ilyen zoom in átmenettel mentem be. Most nézzük meg, hogy hogy vettem fel a hero sátot, és azt is, hogy mi lett a végeredménye. Fordulhatsz is arra a gép felé egy picit. Aha, így, jó, és mehet. Oké, még egyszer vegyük, mehet. Mehet. Említettem előbb is, hogy abból, amit most láttatok, oda megyünk át, ugye, hogy kézzel elvesszük a kávét, illetve Dominik leveszi. Na hát ez mindig nagyon nehéz, amikor egy kézi felvétel van, mind az, hogy én kézből kamerázok, mind az, hogy akivel dolgozom, az a szereplő, vele össze kell hangolnunk a mozgást, hogy pontot legyen a fókusz, főleg ugye manuálba tettem a 2414 GM-et éppen azért, hogy amúgy elmosva legyen, és pont akkor legyen éles, amikor megfogja a zacskót, és leveszi, utána újra homályos legyen, és úgy vettük fel, hogy a zacskó minél közelebb a kamerától jöjjön el, mert így tudtunk átmenni megint egy ilyen teljesen seamless transitionbe, tehát észrevehetetlenül ugye a következő shotba. Nézzük meg, miként vettük fel. Rengeteg szett fejvel, most egyet mutatok meg nektek, ugyanúgy nyers, végeredmény, szín nélkül, utána pedig színezve. Mehet. Tök jó. A levevő shotból mentünk arra, hogy már a problemszel nyitjuk ki a kávé zacskót, aminek nagyon sok érdekessége van. Egyrésztről hát nyilván nem tudja az ember így kinyitni azt a zacskót, úgy van hermetikusan lezárva, ezért
azt csináltuk, hogy kinyitottuk előre, illetve felvettük, hogy kinyittuk, de borzasztó lett az a felvétel, és utána pedig szépen ráillesztettük, mintha még zárva lenne, és egy olyan szögből egy picit alulról, közelről, nagyon-nagyon pici fókuszálási távolsággal, ami a problemsnek a különlegessége, azzal vettük fel, és így olyan, mintha tényleg akkor lenne kinyitva, ehhez is a slidert használtam, és utólag stabilizáltam is, hiszen minden apró mozgás számít, és egy ilyen zoom in, zoom out átmenetet használtam, mert ahogy ki lett nyitva, utána abból hátrafele mentünk, már a zacskóban, hogy a kávé szemek látszódnak, ugye ez is a problemsnek a specialitása, és ha már ennyit beszélek a problemsről, amúgy van erről egy külön videóm, úgyhogy ha azt nem láttad, és érdekelnek az ilyen különlegesetek, mindenféleképpen javaslom, hogy nézd meg. És még egy dolgot itt el szeretnék mondani, hogy amikor ilyen seamless transition-öket szeretnénk, nem csak azt érdemes átgondolnunk, hogy hogy lesz homályos, mibe megyünk át, milyen irányba, és ezáltal legyen az egész egy ilyen folyamatos élménynek ábrázolva, remélhetőleg ti is így élitek meg, hanem lehet játszani a színekkel is, a kontraszttal, mennyire világos vagy sötét az előző és a következő sát. Ezt, hogyha nem teljesen ugyanonnan indulnak, mint például itt is, ugye, hogy a kávék kijöttek, illetve belementünk, ott ugye nagyon világos lett, amikor a kinyitásnál, hiszen a kéz látszódott, ahogy a Dominik ujjaival kinyitotta, viszont a másodikban meg ugye már sötétbe voltunk benne a zacskóban. Ezt úgy oldottam meg, hogy az átmenet közben úgynevezett keyframe-eket, pontokat határoztam meg, és a két pont között lehet különböző értékeket változtatni. Jelen esetben én az expozíciót, tehát hogy mennyire világos az egész. Hát az előző esetnél, ahol nagyon világos volt a Dominik keze, ott lejjebb vettem. A másodiknál, ahol meg alapból egy sötétebb kompozícióval vagyunk, ott meg világosabbá tettem, és így még jobban tudtuk ezt az átmenetet érvényesíteni. Nézzük meg! Következő egy sztori elmesélés, hogy a kávékart eljuttatjuk az őrlőhöz. Hát ezt amúgy meg lehetett volna csinálni tök egyszerűen, hogy két sima statikus vágókép, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen körkörös orbitálást csinálok, és úgynevezett foregroundot használok, tehát előteret, nem csak a hátteret, és abba megyek bele, és onnan jövök ki, így kvázi a ugyanannak az iránynak köszönhetően, és az előtér elmosásának köszönhetően, meg egy kis maszkolással amúgy, úgy jön bele a következő setbe, mint hogyha az a másik oldalán lenne, ugye a gépből veszük ki, és úgy jöttünk a következő setre, mint ha az a gép hátulja lenne, pedig az már egy másik szögből volt. Ezt megmutatom a helyszínen is, elmesélem. Következő felvétel, hogy hogy kerülünk át a kávégéptől a kávékarral. Jól mondom, kar, a kávékarral a őrlőbe. Őrlő? Őrlő. Ezt is jó, nagyon jó vagyok. És egy ilyen seamless transition-t, átmenetet szeretnék már, ahogy itt kivesszük, be fog menni. Mehet. Egyik legfontosabb felvétel következik, hiszen az egész videónak az eszenciája az espresszó, annak a minőségi elkészítése, és szerintem ennek a egyik legvizuálisabb pillanat, amikor csöpög le az espresszó a megfelelő színnel, megfelelő időben, és ezt szerettem volna rengeteg szögből felvenni, és visszaadni azt az élményt, hogy ahogy nézi az ember, most is itt kávézom, hogy egy egy jó kávét szeretnék inni, pont ez volt a cél. Ezt felvettem a 2414 GM-mel, és felvettem a Probes Lens-el is. A nehézség az volt, hogy nyilván teljesen máshogy viselkedik a két lencse, más a, ugye, a gyújtótávolsága, és más fények kellenek, illetve ugyanazok a fények, de más beállításokkal kellenek. A 24, mivel 1-4-en volt, ezért
sok fényt kapott alapból, nem kellett, hogy olyan erős legyen, elég volt egy spotfény, amúgy a Soconit használtam erre, az X60-at, ami egy sima LED fény, viszont a ProBlends, ami ugye 14-es blendével kezdődik, ott maxra állítottam a Soconit, és pont még egy Nanlite Pavotube 6C-vel felülről megvilágítottam, és így lett egy nagyon jó kontúrja. Ott amúgy arra kellett vigyázni, mert ugye itt fémeket világítottunk, hogy ne legyenek ilyen pontok, amik ki vannak égve, vagy hogyha vannak, és ahol jobban összpontosul a fény, az ne legyen olyan szembetűnő, hogy elrontsa a végeredményt. És még egy különlegesség, ami nagyon tetszett, hogy átjön a felvételen, ahogy nem csak, hogy csepeg az espresszó, de még a gőz is valahogy jön fel. Nézzük meg. Na, a következő eset érdekes, mert a 2414 GM-mel szeretném a kávé, az espresszó cseppnek a felvételét lassítva elérni, úgyhogy itt nagyon erős világítás kell. Állványról így betettem a 2414 GM-et, és meg fogom világítani még a Nanlite-tal. Nézzük meg, milyen lesz. Benyomtad? Következő sát az, amit tudtam, hogy biztosan meg szeretnék csinálni, amikor beszéltünk az ötletről, és nálam volt a ProBlends, ugyanis ugye annak az eleje folyadékálló, és ezáltal, amikor beállítjuk úgy egy setupba, hogy nem ugye horizontálisan, vertikálisan lefele van, tudunk körülötte folyatni bármit, például egy kávét, például tejet, és bele is tudunk menni egy bögrébe, vagy például egy teljes kannába, és annyira éreztem, hogy ez a kettő nagyon jól tud párosodni, hiszen a sztoriban is, hogyha megnézzük, hogy hogy épül fel a videó, ott ugye az előző eset az, hogy csepeg az espresszó, nyilván akkor az egy logikus lépés, hogy láthatjuk, hogy belecseppen az oda tett bögrébe, viszont hogy cseppen, eleve körülötte csepegtettük, és bele lehetett tolni. Itt volt egy zoom transition, zoom in, utána pedig egy kizúmolás, és az már a tej, ami kicseréltük ugyanabban a setupban, hogy ott legyen a teljes kanna, és a lencse körül öntöttük bele a tejet. Ami egy nehézség volt, hogy én úgy gondoltam a felvételnél először, hogy a cseppenéseket szeretném lassítva megmutatni, de ugye az pont nem mutatott volna jól az átmenettel, ezért újra felvettük a tejöntést, és ilyen nagyon erősen feljebbről dinamikusabban öntöttük bele, hogy ugye az a zoom out része volt, de hogy amikor még ki is jövünk már, akkor is tej legyen a kancsónak az alján, de még látszódjon egy cseppenés vagy valamilyen hullámzás, szerintem ez sikerült megcsinálni. Itt is, amit az előbb elmondtam, a vágáson, hiszen a kávé fekete, a tej fehér, az átmenetnél még játszottam a színekkel, az expozíció és a kávét kifehérítettem, a tejet sötétítettem, és így még seamlessebb. Szerintem bevezetem magyarba ezt a szót, hogy seamlessebb lett az átmenet. Hogyha van erre jobb szavatok, akkor kérlek írjátok meg kommentbe. Nézzük! Az ending shotnak érdekes a sztoria, ugyanis nekem, amikor beléptem a helyre, egyből azt tűnt fel, hogy van egy ilyen köroszlop, ahol ugyanúgy lehet kávézni, és annak van egy szöge, amiből pont a kiszolgáló pult azzal a nagyon jó industriális és fa háttérrel látszódik, és hogy milyen jó lesz, hogy akkor én majd ebből a szögből, sliderrel, hátulról előre felé megyek, tehát egy visszamozgás, és berakjuk majd oda a pörkölőt is, mármint ugye a zacskót, nem az egész pörkölőt, és ahogy megyek hátra, és a mélységéleség vagy a fókusz változik, úgy teszi le Dominik a kávét, és az lesz az éles. Ezt még dizájnba egy foregroundnak, ugye mindig, hogyha tudunk, használjunk valamilyen előteret, ugye háttér és előtér, oda meg beraktunk még egy sütit,
és pont akkor lett letéve a kávé, amikor már a fókusz oda esett. Ezt amúgy hátulról megvilágítottam ugyanolyan szokanival egy spotfénnyel, és fentről meg egy nagy softboxal a V-Light Ninja 300-zal. Tettem egy 120-as softboxot, és az meg egy nagyon szép fényt adott, ami kiegészítette a kintről jövő összehangolt 5600 kelvines nappali fényt. És még dizájnnak elcsepegtettünk, vagy szétszórtunk néhány kávészemet. És volt valami bajom ezzel a sáttal, ugyanis az egész a kávékészítésről szólt, mégis ez az utolsó a hangulatról, a helynek a hangulata, és a kávé eltörpült benne. És amikor beszélgettem Balázs Petivel, ugye, mint a megbízó ügyfél és szakértője, a hazai képviselője, atya a specialty kávézós vonalnak, új hullámos vonalnak, mondta, hogy neki ez a kávészemes dolog nem tetszik, mert annyira elcsépelt, mindenki használja, és ugye a specialty egy minimál stílus. És először Peti ilyen félve mondta nekem, mondom, annyira jó, mert nekem is ezzel, habár gyönyörű a kompozíció a sátnak, de ezzel volt valami bajom. Úgyhogy beszélgettünk róla, és úgy voltam vele, hogy ugye most espresszó alapú italt készítettünk, egy láttét, és az espresszó alapú italok ugye lehet maga az espresszó, a cappuccino, a cortado, latte, és ha már minimál stílus, akkor miért nem alkalmazunk, hiszen maga ugye az egész sztoriba, a sátokban is volt top-down view, akkor mi lenne, ha itt is az lenne, hogy kicserjük egy minimál fehér asztal, ami amúgy van is náluk, és majd úgy berakjuk körkörösen. Erről még fogok beszélni, de most az eredeti hírósátnak a felvételét és eredményét megmutatom nektek. Beálltunk a hírósátra. Itt van a slider, nagy softbox, és egy ilyen nagyon szép kis fény sávot csináltam ide, de ez nem fog látszani. Nézzük meg! Na, hát ehelyett kellett valami más, és itt jött, amit már az előbb egy kicsit említettem, hogy top-down view, és legyen mindig középre helyezve a kávé, és azt láttam, hogy mindig pörög, és akkor az espresso, cortado, cappuccino láttéval eljutunk, és bemutatjuk, hogy ezzel a stílussal, vagy ezzel a módszerrel, amit bemutattunk az egész filmben, milyen italokat lehet készíteni. Nem tettünk bele más vonalat, hogy most filter, kávé vagy matcha, hanem tényleg az espresso alapú teljes italokat mutattuk meg, és kitaláltam, hogy az is nehéz volt, hogy jó, állvány, és én van az egyik állványom, egy Manfrotto állvány, amiben nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is be lehet tenni az oszlopot, és arra rászereltem a DJI RSC2-t, és van egy úgynevezett 360 roll mód, ami ilyen elemlámpa mód, és akkor tud pörögni, de az RSC2-nek még van egy portré módja is, tehát 90 fokba el tudtam forgatni, és abban használva ez a 360 roll, az pont egy top-down view-ba megy bele. De ha már imádom, és az eddig használt legjobb gimbalom az RSC2, nem teljesen a közepe körül forgott, tehát éreztem, hogy ha egy gyorsítás, lassítás, még ha pozban próbáltam stabilizálni, és egy pont köré, akkor is hülyén nézett ki, és ezt már a felvétel során is, amikor ugye volt a második felvételi nap, tudtam, ezért csináltam statikus felvételeket, és végül milyen jó, hogy ezt megcsináltam, mert ezt is alkalmaztam, és ezt tettem be a végébe, és majd utólag az editás közben kezdtem el forgatni, és lett egy ilyen kaleidoszkópos effekt, amivel még tetszett is, hogy ne legyen minden tiszta fehér, mert azért ennyire nem minimalista volt maga az, amit megnéztünk film eddig, és akkor ott a kávé látszódik, és így pörög, ami nekem nagyon tetszett. Oh,
Hogy tetszett? Úgy gondolom, hogy ez egy elég összetett betekintés volt, megmutattam több sátot, elmondtam a problémákat, végeredményeket, mindent láthattál, de mielőtt elköszönök, hadd mutassam meg neked ugyanaz egész kész felvételt, most már úgy, hogy csak a hangeffektek látszódnak, ami még itt egy érdekesség, hogy mivel fehér a fal kint, és fehér lett az vége hírósát, ugye az ending sát, ez talán ad egy keretet a bent lévő rustikus, nem is rustikus, fa és industriális dizájnba. Most nézzük meg ezt. Ennyi volt tőlem, hogy ha szereted a kávét, akkor iratkozz fel, mert nagyon sok kávés tartalom már nem lesz, küldd el másnak is, nyomd meg a csengőt, jövök ilyen BTS betekintő tutoriálos videókkal, elnézést, és amúgy a videózáshoz kapcsolódó tekes review-kkal is, de konkrét gyakorlati tippekkel, remélem még találkozunk, köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!